De fura. Mi? A te skined, mint a szürke, mint a koszosabb lenne a szokásosnál. A szokásos. A szokásos. Sziasztok, ebben a videóban játszani fogunk a... Nem jut eszembe a neve, a villámreflex, igen a villám... Szóval játszani fogunk ebben a videóban a villámreflex nevű játékkal. Itt van velem New Lunch. Sziasztok! DRZ. Hello! Meg egy statiszta. Szóval... Sziasztok! Ugye ez a játék... Na jó, rozon, de úgyis látszik ki van írva, ne aggódj. De azért neked nem mondjuk el a nevedet. Az előbb most már mondtam, most elégedett vagy. Nagyon. Jó. Igen, volt ugye korábban egy bemutató, aminek a linkje természetesen ott van leírásban, ahol FX-ével játszottam tétre, és most kipróbáljuk, milyen ez négy emberrel. Biztos nagyon full lesz. És természetesen lesz tét. Ajaj. Mindjárt tetszik a dolog, mi? Őszinte lelkesedés. Őszinte lelkesedés. Hát most így az alapügy a skincsere. Szóval akkor legyen skincsere, vagy találjunk ki valami mást? Hát első körben legyen. Vesz, hogy első körben. Több körös vesz, akkor jó. Jó, hát akkor megint a skincsere. Ugye a következő videóban egy általunk választó skinnek kell lennie. Nem tudom, az legyen, hogy a nyertes választ a vesztesnek, vagy akinek a legkevesebb pontja lesz, annak majd összebeszélnek a többiek. A nyertes válaszol szerintem. Aha. Ja, tényleg az a legegyszerűbb, hogy akinek a legtöbb pontja volt, az választ annak, akinek meg a legkevesebb. Oké. Okay. Ja. És a második meg a harmadik. Nem bonyolítjuk. Ez a kettő lesz, ja. Hát akkor shiftet mindenki nyomja meg, hogy játékban legyen. Nagyon kíváncsi vagyok. Azaz. Mindannyian tudjátok a játékot, úgyhogy azzal nem húzom az időt, nyom az indítást. Ja igen, legyen mondjuk a cél az mondjuk 10 pont. Hogyha valaki 10 pontot elérte, akkor az nyert, és akkor értem szerintem a legkevesebb, vagy akiknek. Mert szerintem akkor is lehetne, ha ott verseny van. Mondjuk igaz. Jó. És akkor csak egy kör lesz tulajdonképpen? Nem, hát 10 pontot el kell jönni, tehát minimum 10-nek kell lennie. Na jó, de hát úgy értem, hogy egy ilyen játék lesz. Valami gonoszabb feltétel. Hát jó. Növeljük a téteket minden. Jó, akkor lesz egy gonoszabb. Hát, most nem vagyok semmi jónak az elrontója. Na, akkor indítom. Ez kopcival kéne játszani, meg jobb skin kapni. De te is kopci vagy. Nagyon zavaró volt ez, hogy én is kopci vagyok. Oké. Kopci. Mi van? Szóval kopci. Bejön ez a kopcizás. Kopci. Space nyomtad? Ugrottál. Akkor három választunk egy skint, az egy komoly lesz. Jaja. Ez hihetetlen. Mindjárt milyen jó ez a játék. Vicces. Kellett felvettem az ötletet. Igen. Ennél gyorsabb nem leszek, az a baj. Döntetlen! Nem ár, valaki szerezzen már legalább nekem egy pontot. Ó, DRZ! Hogy ez? Én nyomtam utoljára. Uh-huh. Igen. Hú, de nehéz lesz innen felhozni. Miért? Hát hallod azon, hogy innentől más esélyed sincs.
Tudja, hogy fogsz kapni skin. Az DRZ-vel szemben van még? Hát, azt hát, sem valószínű. DRZ-vel szemben, hát nem, pont, szerintem maximum döntetlenre hozott ki. Vagy az kell, hogy Eszti meg én is vesztünk, olyan nincsen. Vagy, vagy döntetlen, vagy egy ember veszít, úgyhogy... Ajjajj! Ajjajj! És miért szeretné rózsaszín? Tulajdonképpen most azon versenyzünk, hogy ki mondja meg neked a skin. Jaj, Eszti legyen jó, kérlek! Mehet? Mindenki kreatív, vigyázzá! Csabánál nincs kreatív. Jaj, basszú! Véletlenül megnyomta a gombot. Nagyon izgulsz szegény. Azért nagyon megijedtem. Én is. Na, ne már! De még ezt üvezet, úgyhogy... Jó, ezt üvezet. Gondod, nem választok neked hülyeszkén, mert kikérdezem Csabit, hogy miért választanom. Persze, az nem ér. Jaj! Hoppá! Júj! Ne, én rontottam, mert miért nem vesztettem? Miért? Miért rontottam? Ezt előbb elrontottam, mint te. Igen. Nem rontottam. Nem gyors vagyok, csak béna. Na, hát most... Egyszerűbb lett volna. Most az lesz, hogy vagy három ember, vagy két ember mondja meg a skinedet. Júj! A bicsával, és pont én nem! Hát rosszul... Ebből baj lesz? Ne bújjál Csabusa mögé! Hát ennyi. Hát szegény. Elássa magát! Nem elás, elülteti magát. Segítünk neki. Gondod, meg kicsirázik itt a basszal. Jó, hát rosszul. Akkor... Akkor szerettetek volna még egyet? Igen. Bár már kétséges, de... Én szerintem egy igazán szivatós az lenne valami, valami éneklős videó. Szabadon. Ne, no, ne. Megírom a rozonszom. Egy ilyen szabadon választott számot énekelni kell. De senkinek nincs hangja, az nem hát pont azért. Azért vicces. Milyen jó lesz egy új skinbe majd énekel. erre tervezel? Ilyen sajnos pont, igen. Láttad hány pontom van? Lehet, hogy belejöttél most már. Akkor új kör? Vagy mi újraindítás? Nem akarok kikapni! Én sem. Ti mondjátok. És megy. Ah, nem is látom. Döntetlen! De is senki nem kapott? Nem, hát döntetlen. Na, köszi! Na, Eszti! Újdonság a csatorna. Tedd fel infúzióra. Jó. Rosszat nyomtál! Rosszat nyomtál! De jó, mert legalább gyorsabban nyomtak. Én tisztára leblokkoltam, egyiket sem nyomtam meg, de te elrontottad őt, hogy király. Én jót nyomtam. De jó nekem. Jó, én most milyen blokkoltam. Tényleg énekelni fogok, nem már! Rozonnal versenyeztek. Nem így. Már jobb vagyok, mint... Ózzasz! Nem adom fel, már ilyen könyv. De jó lesz, a holt verseny lesz, tehát ugye... Kettem fognak énekelni. Közösen éneklünk egyet. Akkor duettet. A nyuszi meg a fa. Shiftet, ne, mindig azt mondtam. Ó, oh, rosszat nyomtam. Jó, ilyen közel vagytok, csak 3 pont. Még mindig az utolsók vagyunk. Hát igen, és még utoljára sorolva. Nekem meg csak négy van, egyen vagyok, csak előtt, előrébb. Veszélyes. Ó, oh, ranzol. Istenem, nagyon jó! Miért? Láttatok már éneklő fát? Most már fogom. Nem tudjuk, hogy mi lesz az. De nem fa lesz.
Új skin nem lesz. Oh, ja, egyszerre csinálod meg a kettőt? Új skinben éneklés? Le akarom tudni, ha muszáj. De az nagyon jó. Valaki az elmegyek vendégnek. Hozzám nem. Ki is dobom. Döntetlen. Ki is dobom. De ezért szeretnél velem videózni. Nem. Hát ez nem bizonyos. Lassú vagyok. Meg elég gyors. Ó! Oh! Basz! Mind a ketten rosszat nyomtunk egyszerre. Van ilyen, hogy egyszerre rossz. Aha. Én mindig utolsó vagyok. Én meg mindig első, ez az. Ez egy jövő felfelé, nem tudom. Mint a talajvíz. Csak a magad nevében ment. Meg se nyomtam, mire már vesztettem. Hát pont az a baj, nem nyomtad meg. Közel pajolok a monitorhoz. Gondolod a szemeddel van a baj? Hát a rövidebb ide alatt fogja föl a fejem. Júj! A faszat mondtam! Júj, és csak egyen van alattam! Hát így mindenki egy pont. Mondjuk velem nyernének, nekem jó hangom van. Hard 16. Én szoktam hallgatni, ne higgyetek neki. Ajjaj, rozon! Hát nekem már végem van. Most tudod, mi lenne a köcsökség? Ha elnyomnám, akkor DRZ kapna egy pontot, nyerne, te pedig hiába kapsz még egyet, úgyis utolsó leszel. Mikor kerül a videó? Szóval mit szólsz? Véletlenül elrontom. Mikor kerül fel a videó? Mikor nagyon kíváncsi vagyok. Ó, ja, már nyertem, oké. Igen. Jó, tehát így is. Megvan az új énekesünk. Gyere vissza! A következő Britney Spears. Aztán. Ez volt akkor a nagy párbaj, az izgalmas verseny. És izgatottan várjuk, hogy Rozonnak milyen skinje meg ének hangja van. Ó, de DLC kiszáradt, nézzétek. Ki is választ? Ja, ti ketten. Igen, ti ketten választotok. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, hogy itt szerepelt, Nyúlásznak, DRZ-nek és Rozonnak. A kézikönyv óvjon. Nagyon szívesen. Sziasztok! Szívesen. Hello. Szívesen.